Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Régió Televízió kedves nézőit. 2020. júniusában zárult a Nemzetközi Interreg projekt. A projektnek köszönhetően Fülekváros önkormányzata mintegy 1 millió eurós támogatást kapott. A támogatásból a füleki vár alatti részt revitalizálták, valamint felújították. Mai műsoromban két vendégemmel, Agócs Attilával, a Fülek polgármesterével, valamint Titton Viktóriával, a Füleki Vármúzeum igazgatójával fogunk beszélgetni erről a pályázatról, a felújításokról, valamint a felújítások alatt talált leletekről. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióban. Köszönjük szépen. Határon és koron átívelő kulturális örökség bemutatás a történelmi Nógrád területén. Ez volt a projektnek a pontos megnevezése. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy pontosan milyen céllal indult el ez a projekt, és mit érdemes tudni a pályázatról? Szóval azzal kezdeném, hogy Fülek önkormányzata hagyományosan sikeres az Interreg és egyéb határon átnyúló pályázati sémákban. Az elmúlt 10 évben ez a negyedik sikeres pályázatunk, hiszen építettünk már határon átnyúló projektből vállalkozói inkubátort a városban, turisztikai információs központot, annak udvarát, és most a negyedik, ez a várai a revitalizáció, illetve részben műemléki felújítási projekt. Az egész elképzelés arról szól, hogy hogyan tudjuk összekapcsolni a nógrádi történelmi terület határ két oldalra szakadt részeit egyfajta turisztikai tengely mentén, Fülektől Salgótarjánon keresztül egész le Bátonterenye testvérvárosunkig. Ebben a pályázatban 4 partner vett részt, Füleken kívül Sátorosbánya önkormányzat, akik ugye tulajdonolják Somoskő várat. Ők a várhoz vezető utat aszfaltoztak újra, illetve egy közös fotókönyvet adtak ki. Következő partnerünk az a Bükki Nemzeti Park, aki Salgótarján külterületén Bagyaskő várnál egy látogatóközpontot bővített, ott régészeti feltárásokat végzett, illetve a látogatói infrastruktúrát fejlesztette. És a negyedik partner, ami a túloldalon Magyarországon a nagyobb csomagot jelenti, ez Bátonterenye, akik a Gyürki-Solymosi kastély tisztilakásait újították fel, és egy ilyen helyi múzeum ma alakítják át, ahol a népi élet kellékeit, tárgyait szeretnék bemutatni, illetve gyerekeknek ilyen foglalkozásokat szeretnének véghez vinni. Az egész projekt összköltsége meghaladta a 2 millió eurót, 2,1 millió maga a támogatás, Fülek ebből mintegy 900 ezer eurónyi támogatásban részesült, és ezt pótoltuk ki majd 300 ezer eurónyi önrészsel, társfinanszírozással, és így tudtuk megújítani a várraiat több részét, 2 utcát, egy sétálóutat, parkolót, a város védelmi rendszerének egyetlen fönnmaradt bástyát egy infoponttal alakítjuk, ott kialakítottunk új mosdókat, illetve a várudvaron is több fejlesztés ment végbe. A kis ágyútorony kapott egy új tetőt, illetve az úgynevezett borházban alakítottunk ki egy ilyen kézműves műhelyet szintén gyerekeknek. Most, hogy elmondtad, hogy milyen felújítások vannak, milyen változások fognak megtörténni? Úgy értem, hogy említettük ezt a borházat. Úgy tudom, hogy workshopokat is szeretnének majd itt szervezni. Igen. Milyen újdonságokra számíthatnak az érdeklődők? Köszönhetően ennek a sok új felújított területnek. A Vármúzeum is be tudott kapcsolódni egy kis újdonsággal ezeken a területeken. Például az említett borházban, ami már ugye kézműves házikóként fog funkcionálni, ezután egy ilyen kisebb kiállítással készülünk, ahol Fülek 16.-17. századi kézművességét mutatjuk be a gyerekeknek és a felnőtteknek is egyaránt. Valamint a másik helységben, ez egy kisebb helység ugyanebben a házikóban, itt pedig szintén információs táblák segítségével folytatódik ez a bemutatótér, valamint itt lesznek még elhelyezve olyan korabeli érdekességek, ruhamásolatok például, amikben fotózkodni lehet majd gyerekeknek és felnőtteknek is. Különböző korabeli varmetszetek lesznek a falakon például elhelyezve, és a házikó melletti területen pedig elhelyezésre került egy ilyen kis altan vagy pergola, melyben különböző kézműves foglalkozások zajlanak majd. Ugye ez egy kültéri helyszín, ahol lehet majd agyagozni, edényeket égetni, kenyeret sütni, korabeli ékszereket készíteni. Szóval minden olyan kézműves foglalkozást ki lehet majd próbálni, amelyek valamilyen szinten kapcsolódnak Fülek kézművességéhez a középkorban és a kora újkorban. Említettük a felújításokat, azt, hogy milyen újdonsággal várják a kedves érdeklődőket, de volt itt még egy könyv is,
ami itt van előttünk, a Nógrád élő öröksége című Igen, könyv. Meg is mutatnám. Mit lehet erről a könyvről tudni? Maga a kötet egy fotókönyvként született meg, valójában a pályázat megvalósítása során tudtunk erre átcsoportosítani pénzeket, hiszen a közbeszerzések során Sátorosbány esetén a kivitelezésből meg tudtunk spórolni egy összeget, és arra gondoltunk, hogy kiadnánk egy ilyen reprezentatív fotókönyvet, hiszen Nógrádnak ezen a részén nem nagyon büszkélkedhettünk eddig ilyenekkel, különböző kisebb, nagyobb brozsúrákat sikerült kiadni, úgy a Várműzeumnak, vagy éppen a Geoparknak a terület kulturális és természeti értékeiről, azok megőrzéséről, fejlesztéséről, de bizony egy ilyen közös kötet, ami összefoglalna a pályázat által érintett terület érdekességeit, értékeit, nem volt. Arra gondoltunk, hogy megszólítjuk a térségben élő fotósokat, hiszen nagyon sokan, nagyon jó szemmel nézik ezt a vidéket, nagy szeretettel fotózzák, és tőlük vásároltunk a kötethez képeket. Ezek között vannak füleki, salgótarjáni, bátonterenyei fotósok, a fülekiek közül talán a helyi nézőknek érdekes, hogyha megemlítem Micsuda András nevét, vagy Messiarik Marian nevét, túloldalról Drexler Szilárd nevét, vagy Konka Péter nevét, de többen is. Főleg olyan fotósokról van itt szó, akik részt vettek az elmúlt években a Geopark által szervezett nógrádi fotómaratonon, amelynek során tényleg olyan képeket sikerült elkapniuk, amelyek nagyon jellegzetes látószögből, nagyon jellegzetes pillanatokban, és még egyszer mondom, hatalmas szeretettel lettek elkészítve ezek. Olyan képek az itteni várakról, kastélyokról, vagy éppen a természet legszebb virágairól, állatairól, tájképeiről, amelyekben benne van mindaz a tájhoz és az örökséghez való kapcsolatunk, amely mindannyiunkat büszkévé tehet. És egyrészt azt gondoltuk, hogy az itt élő embereknek is szeretnénk a kezébe adni egy olyan értékes kiadványt, amin keresztül ők is büszkébbek lehetnek, és még szebbnek láthatják a vidéket, ha úgy tetszik, lélek által szemlélhetik a környéküket. Illetve hát szeretnénk természetesen ezzel a kiadvánnyal is ide csábítani további látogatókat, nem csak Fülekre, de a Somoskői Várba, Salgótarjánba, vagy éppen Bátonterenyére is. Több mint 15 fotósnak az alkotásai vannak benne ebben a kötetben, majdnem 90 oldalon, és 1000 példányban jelent meg, és a partnerek gyakorlatilag ingyen fogják osztogatni a pályázat népszerűsítésének a keretén belül. A felújítás során régészeti leletekre is bukkantak. Milyen érdekességekkel találkoztak? Így van. A 3 évig zajló régészeti feltárások alatt nagyon sok érdekes leletet találtunk, és sok új információval bővült a tudásunk a várral kapcsolatban, de a várájával és a város történelmével kapcsolatban is. Ugye a 3 év alatt különböző helyszíneken zajlottak a feltárások. Először 2018-ban a parkoló területén kezdtük meg a mentőásatásokat. Itt főleg a már említett 17. századi Kisbastya környékén nyitottunk szelvényeket, valamint a szintén említett mosdók vagy vizes blokk alapjait kutattuk. Ezen kívül még ugye feltárás zajlott az Alsóvár udvarán is, hiszen ott is megépült egy új lépcsősor, vagy a meglévő lépcsősornak a folytatása, ahol nagyon szép 16. századi kerámiát találtunk például. Rögtön a legelső évben a szintén médiát bejárt érdekes leletünk jött elő, ugye a síta imapecsét, vagy imakorong. De 2020-ban is volt egy érdekes felfedezésünk, szinte már a pályázat lezárása folyamán, vagy az utolsó munkálatok alatt kerültek elő emberi maradványok az Alsóvárba felvezető utacska mellett. Szóval nagyon sok érdekesség, különböző ezüstpénzeket találtunk, érdekes textilplombákat találtunk, ami arra is utal, hogy Fülek nem csak a közeli környékkel, de távolabbi vidékekkel is kereskedett, Angliával például. Nagyon sok kerámiát találtunk, érdekes kajhacsempéket, pipákat, pipatöredékeket, rengeteg apró tárgyat, fegyvereket, szóval nagyon-nagyon sok érdekes leletet, melyek majd kiállításra kerülnek a Füleki Várműzeumban. Most, hogy említette a Várműzeumot, én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a
koronavírus járvány miatt, amik elmaradtak programok, teszem azt a galériák éjszakája, vagy a füleki várjátékok, hogy ezt az érdeklődők ezt az év folyamán valamikor még pótolhatják, amik ellettek napolva, vagy esetleg már csak a jövő évben ezt erre alkalom. Sajnos vannak olyan programok, melyeket már nem lehet megvalósítani, éppen ilyen a múzeumok és galériák éjszakája is, hiszen az adott dátumhoz kötött, ugye mindig május második hétvégére jön ki nagyjából. Szintén elmaradt például a Városi Művelődési Központ palóc húsvétje, amit már ők se tudnak ugye bepótolni, de úgy tudom, hogy sok fellépőt, illetve programot sikerült nekik is áttenni a városnapokra, illetve palócnapokra. Ami pedig a múzeumos varjátékokat illeti, az is ugye júniusban szokott lenni a nyár folyamán, ezt is sikerült átszervezni szeptember utolsó hétvégére. Úgyhogy volt, amit át tudtunk szervezni, volt, ami sajnos elmaradt, és csak jövőre tudjuk megvalósítani ismét. Az Interreg pályázaton kívül a várban jelenleg milyen pályázatok vannak? Milyen futópályázatok vannak? Jelenleg három összekapcsolódó pályázat zajlik a vár területén, konkrétan a középső vár területén. A városi önkormányzat által nyert dotációból megújulnak például a középső var ágyúallásai. Ehhez kapcsolódik a mi múzeumos pályázatunk, amelyből megvalósul a középső var vízelvezető rendszerének a megépítése, elhelyezése. Szintén a városnak sikerült a munkaügyi hivatalon keresztül felvenni 10 helyi füleki munkanélkülit, akik ezeket a munkálatokat segítik. A feltárásnál is segítkeznek, illetve a megvalósuló építkezési munkálatoknál is. Milyen terveik vannak a jövőre nézve? Jövőre vonatkozóan milyen pályázatok gondolkodnak? Talán azzal kezdeném az erre a kérdésre adott válaszomat, hogy azért itt egy nagyon komplex tervezési folyamat maga várnak a felújítása, illetve a turisztikai hasznosítása, hogy idősíkokat mondjunk, amikor tervekről beszélünk. Néhány eleme a most megvalósult interreges pályázatnak, 10 éves előkészítés, műemlékesekkel való cívódás, tárgyalás az eredménye, hogy most már például a Bebek torony alatti ágyútoronyra végre felkerülhetett egy zsindejtető. Tehát itt azért 10-15 éves távlatokba kell gondolkozni, amikor kimondjuk, hogy a következő célunk az, hogy látogathatóvá tesszük azt, lefedjük ezt, vagy éppen kilátótornyot építünk ki valamiből. Maga ez a pályázat 5 éve zajlik. Tehát 2015-ben indultak meg az első pályázati tárgyalásaink a projektpartnerekkel. 2016-ban íródott a pályázat, 2017-ben megtudtuk, hogy nyertünk, 18 óta zajlanak a közbeszerzések. Volt olyan része a közbeszerzésnek, ami negyedszerre sikerült. Az irányító hatóság, ilyen ellenőrző hatóság, amolyan ellenőrző hatóság gyakorlatilag mindig hátráltatott, másképp látták, ne így csináljuk, és mi azért ezt követjük. Tehát azt kell látni, hogy azért ezek nagyon-nagyon hosszadalmas dolgok, és igen, vannak további terveink. Az igazgatóasszony által említett pályázatok ebben az évben megindítják azt a folyamatot, amelynek keretén belül bejárhatóbbá válik a középső vár. Amikor azt mondjuk, hogy a középső vár ágyúállásait látogathatóvá tesszük, azért látni kell, hogy ez egy eléggé nagy része a várnak. Ez a középső vár gyakorlatilag tagolásában egyharmada, egynegyede az egész várnak, tehát itt óriási területekről van szó, illetve hatalmas hordalék kupacokról. A középső vár területén úgy becsüljük, hogy ez a hordalék még mindig bizonyos helyeken 3-4 méter is lehet, van, ahol ettől sekélyebb természetesen. Tehát ott azért régészeti föltárás is zajlik, amár korábban föltart és degradálódott épületcsonkoknak a visszafalazása, kiegészítése is zajlik. Ebben az évben azt gondolom, hogy egy ilyen ágyúlőrést a három közül látogathatóvá tudunk tenni, egy másikat felújítunk olyan szinten, hogy már csak a lejáratot kelljen majd megépítenünk, egy harmadikat kell majd a következőben kiépíteni. Nagyon remélem, hogy ebben tudjuk folytatni a megkezdett munkát, a munkanélküli lakosok bevonásával a következő évben, hiszen erre egy nagyon jó támogatási programja van a Szlovák Kulturális Minisztériumnak. Amennyiben ez sikerül, akkor a középső váron majd meg kell oldanunk az ott lévő színpadnak, vagy hát a kápolna helyének a lefedését, hiszen valószínűleg szintkülönbségek alakulnak majd ki. És ami már megvan terveztetve, de eddig nem sikerült rá pályázati pénzt szerezni, annak ellenére se, hogy az elmúlt években mondjuk el, hogy
a Füleki Varra, a Szlovák Kulturális Minisztérium kiemelten támogatandó nemzeti kulturális műemlékeinek listájára fölkerült, tehát még nem sikerült rá pénzt szerezni. Az a Felső Varnak a úgynevezett félkör vagy óratornya, amin valamikor egy napóra, később egy mechanikus óra volt található, oda szeretnénk egy ilyen belső elrejtett, a mai falkorona alá elrejtett fémplatót kiépíteni, ami egy ilyen kilátó toronyként funkcionálhatna. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy visszaépítés, tetőfedés várható, hanem inkább azt jelenti, hogy be lehet majd menni, be lehet majd járni azt a területét is a Fellegvárnak. Természetesen ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, a Fellegvárba további állagmegőrző munkákra lesz majd szükség. Sajnos nem minden olyan látványos, mint egy új zsindelytető megépítése, vagy a tetőcseréje a lenti kis várostornyon. Vannak kevésbé látható, de nagyon fontos, és a biztonság szempontjából elkerülhetetlen beavatkozások. Ilyen például, ami még van ránk, és már szintén meg van tervezve, a Fellegvár úgynevezett öreg tornyának, vagy a Hajdú tornyának a stabilizálása. Az a legrégebbi románkori része, az a lakótorony, illetve a palota része a legrégebbi az egész várból, az épített örökségből. Ez bizony az elmúlt években eléggé erodálódott, a fagyok, a téli fagyok hatalmas kárt okoztak, kövek potyogtak le belőle. Itt is majd nagyobb beavatkozásokra lesz szükség, feltehetően több százezer eurót fog majd ez is igénybe venni. Reméljük, hogy ehhez is megtaláljuk a pályázati támogatást, hiszen a látogatók biztonsága első rangú szempont, hiszen ma már több mint 30 ezer ember látogatja évente a Füleki Várat, ami nagyon nagy fejlődés a turizmus szempontjából, és nagyon nagy felelősség a tulajdonosnak, Fülekvárosának, illetve az üzemeltetőnek, a Vármúzeumnak. Tehát ezek a középső vár agyulőréseinek a megújítása, illetve a Fellegvár biztonságossá tétele, valamint az óratoronynak a belső ilyen kilátótoronnyal való alakítása, ezek azok a tervek, amit szeretnénk a következő 5-10 évben megvalósítani, hiszen azt gondolom, hogy ezek olyan léptékű dolgok, amit ha csak egy nagy következő pályázatot nem sikerül csomagban megnyernünk, akkor ezt évek hosszú során fogjuk pályázni, és 10-20-30 ezer eurójával összerakosgatni. Engem nagyon érdekelne, hogy önök mit gondolnak arról, hogy Fülek, illetve Nógrád turizmusát hogyan lehetne még jobban fellendíteni? Itt egy csodálatos vár nyilván, de miben látják önök a lehetőséget? Az utóbbi években megfigyeltük azt, hogy például nagyon sokat segítenek az ilyen nagy billboardok az utak mentén, azokra felfigyelnek az emberek, de nagyon sokat segít például a média, hiszen különböző rádió, tévéműsorok is szeretnek már a várakban járni, érdeklődnek nem csak a turizmus iránt, a történelem iránt, a régészet iránt is például. Én ebben látom szerintem a legnagyobb lehetőséget, hogy a médián keresztül kell kommunikálni az emberekkel, hiszen egyre többen figyelik az internetet, a televíziót, tényleg a rádiót, és nagyon sok olyan visszajelzést is kapunk a látogatóktól, hogy igen, hallottuk a rádióban, hogy Füleken ez meg az készült el, és eljöttünk megnézni. Úgyhogy szerintem a média az, amivel tartani kell a jó kapcsolatot, és rajtuk keresztül kell talán leginkább megszólítani az embereket. Én azt gondolom, hogy a jövő mindenképpen a hálózatosodás az idegenforgalom területén. Ha az ember visszaemlékszik 15-20 évre, visszamenőleg, hogy a térségben mindenki önmagáért harcolt. Egy-egy olyan önkormányzat, egy-egy attrakciótulajdonos, műemléktulajdonos, mindenki csak a kis, maga kis pecsenyét sütögett, és mindenki azt hitte, hogy ha majd nála lesz turizmus, akkor minden szuper lesz, és minden fejlődésnek indul. Ma már tudjuk, hiszen tapasztaltuk, hogy ez nem így működik. Olyan közös produktumokban, olyan platformokban kell gondolkozni, amik a turistát nem csak egy-két órára hozzák ide Fülekre, hanem lehetőleg arra biztatják őt, hogy ide jöjjön a térségbe, szálljon meg, fogyasszon, étkezzen, üljön be cukrászdába, vegyen igénybe egyéb szolgáltatásokat. Ehhez viszont az kell, hogy olyan produktumokat tegyünk le az asztalra, amik csábítóak, és amik megszólítják őt. Természetesen ennek különböző platformjai vannak itt a térségben. Az egyik ilyen platforma határon átnyúló Novohrad-Nógrád Geopark, ami elsősorban a természeti örökségre, a geológiai örökségre összpontosít. Ez ugye egy UNESCO szintű attrakciócsomag. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig viszonylag kevés állami támogatással működik, de ezen belül egy nagyon kiemelt helyszín, például a Füleki Vár, de a környék is, Somoskő vagy Ragács, Ajnácskőt említhetem. Ezen kívül pedig a szlovákiai oldalon
a turisztikai desztinációs menedzsment szervezet, amely Nógrádot és Gyetva környékét fogja össze, az, amelyik az elmúlt években nagyon aktívan megindult, és tényleg ma már nem csak a szokásos kiadvány, brozsúra, idegenforgalmi kiállítás részvétel az, ami megadja ennek a működési módja a szintjét, hanem modernebb eszközökhöz is folyamodunk, Facebook jelenléthez, Web2-es marketinget üzemeltetünk, most az attrakciókat elkezdte ugye Lukás Pelcs, az ismert losonci színész is propagálni, együttműködve ezzel a turisztikai desztinációs menedzsment szervezettel. Azt gondolom, hogy pontosan ezek a modernebb eszközök azok, amelyek ma tömeget tudnak megszólítani. Látjuk azt, hogy az egyes helyszíneket bemutató videói Lukásnak 30, 40, 50, 60, sőt 70 ezer embert érnek el, ami nagyon szuper, főleg most a koronavírus utáni időszakban, amikor látjuk azt, hogy a belföldi turizmus az, ami sikerre van ítélve, hiszen az emberek félnek külföldre menni, nagyobb távolságra utazni, nyaralni, tehát az várható, hogy a belföldi turizmus, a régió felfedezése sokkal nagyobb hangsúlyt fog kapni, és azt gondolom, hogy ez egy hatalmas esély nekünk is, hiszen ma már az attrakcióink nagyon jól kiépítettek, megvan a megfelelő háttér, infrastruktúra, parkoló, WC, az attrakciók azok olyan szintűek, hogy tényleg érdemes eljönni ide, csak mint ahogy tudjuk, hogy senki se proféta a saját hazájában, az itteni attrakciók is, mintha kevésbé lettek volna izgalmasak az itt élő embereknek, és itt az idő, hogy most megmutassuk magunkat, és erre építsük fel azt a nagyobb látogatószámot, ami várható, hiszen azért a füleki vár mondjuk 2007 óta 10 000-es évi látogatottságról 30-35 ezerre tudta ezt a számot növelni, és az exponenciális növekedés mentén ez remélhetőleg a következő években több 10 000-es éves látogatószám lesz. Amikor ezt a látogatószámot majd össze tudjuk jobban kapcsolni Somoskő látogatottsága valami hasonló, de akár Iportarnóccal, vagy Csagótarján, Banya Múzeumának látogatottságával, akkor gondolom azt, hogy a térség turizmusa még jobban meg fog ugrani, hiszen akkor várhatunk arra, hogy több napos turistákat is itt vendégül tudunk látni, és ez a cél, hiszen ez az, ami gazdaságélénkítés szempontjából sokkal nagyobb hatással tud lenni, nem csak Fülekre, hanem a térségre is. Ön miben látja Fülek erősségét ezen a téren? Fülek ilyen szempontból mindig is integráló hatással lépett fel, tehát az a kistérségi szempont, amit Fülek betöltött korábban járásközpontként is, de most, mint a kistérség természetes líder szereplője, ez nagyon fontos nem csak nekünk, hanem a kistérség településeinek le egészen a Medvesaljáig, vagy a környékbeli falvakat említhetem föl Losoncig, de most, hogy együttműködünk Gyetva Krivány környékével, ez is egy nagyon fontos tengely, hiszen közösen tudunk megmutatkozni a médiában, akár a regionális televízióban, és azt gondolom, hogy ez is egy fontos tenge, hiszen úgy, ahogy mi innen Fülekről elmegyünk a Polanára biciklizni, úgy az ottani lakosok egy hétvégi kirándulásba eljöhetnek, megtekinthetik az itteni attrakciót, és ez a lépésről lépésre való építkezés, ez a jövő. Azt gondolom, hogy ebbe Fülek nagyon erős. Egyrészt nagyon jó partner a határon átnyúló együttműködésbe, ez alakítja ki azt a mediális teret, amit igazgatóasszony is említett, hogy visszajárnak ide médiák, legyenek azok országos rádiók, televíziók vagy írott sajtó, és nagy örömmel számolnak be arról, hogy mit fejlesztettünk, vagy éppen a régészek mit találtak. Ezek az apró hírek azok, amik állandóan életbe tudják tartani az érdeklődést, és azt gondolom, hogy ezek azok az elemek, amik visszahozzák az érdeklődőket, hiszen az örökségturizmus az nem egy milliókat mozgató tömeg jelenség, de mégis megvan egy nagyon elkötelezett réteg, aki akar többször is eljön. Eljön megnézni egy új tetőt, egy új régészeti lelet hírére, újra eljön, ha megláthatja a kiállításba, és mi rájuk tudunk építeni. Én még azt szeretném hozzátenni, hogy a polgármester úr is mondta, hogy az utóbbi években tényleg megfigyelhető az, hogy a különböző környékbeli lokalitások elkezdtek nyitni egymás felé. Eddig nem nagyon volt az ilyen bevett szokás, hogy közösen reklámozzunk valamit, vagy közösen szólítsuk meg a látogatókat. Most viszont elkezdődtek olyan különböző közös csomagok, megindultak, mint például a Somoskői várral van egy közös ilyen látogatói csomagunk. De megszólítottak például a divényiek is, hogy ők is szeretnének egy együttműködést. És ami érdekes, még Gyetváról is volt olyan visszajelzés, hogy igen, küldjünk nekik brosúrákat, küldjünk nekik reklámanyagot, és ők is szeretnének nekünk. Szóval megindult ez a közös együttműködésbe
vetett, nem tudom, ilyen pozitív valami, mert ők is látják, hogy tényleg ebben van a jövő, és megéri együttműködni. El kell ezt mondani természetesen, hogy ez nem önmagától alakult ki. Gyakorlatilag Besztercebánya megye önkormányzata egy ilyen új típusú régiófejlesztési stratégiában az idegenforgalmat, mint egy nagyon fontos kiemelt területet kezeli az elmúlt években. Jó magam is megyei képviselőként részt veszek ebben a munkában, és azt gondolom, hogy ez a fajta kovasz, amit a megye ehhez hozzá tud adni, az, hogy nem csak megtámogatja 5-10-20 ezer euróval az egyes lokális kezdeményezéseket, hanem közös platformokat teremt, a közös gondolkodást ösztönzi, gyakorlatilag el is várja a támogatás fejébe ezt a közös gondolkodást. Azt gondolom, ez is egy nagyon jó irány, és ez is elhozza azt a modern hozzáállást az idegenforgalomhoz, ami már teljesen más, mint akár a 2000-es évek elején volt az, amikor mindenki csak magára összpontosított, maga próbált valamit csinálni, kiadott egy kétoldalas kis brozsúrát, és várta, hogy ide jönnek a 10000-es tömegek. Sajnos ez ugye a mai világban már nem így működik, de jó úton haladunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 2-3 évben elég nagy áttörés történt ezen a területen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok a jövőben. Köszönjük szépen. Kedves nézőinknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket legközelebb is. A viszontlátásra!